Az ég küldte hozzám a bost azzal, hogy jön most ez a tavaszi kampányidőszak, az ablaktörlő kampány, és szónokoljak egy kicsit az ablaktörlőkről, mert az a helyzet, hogy lehet, hogy én egy kicsit az ideálisnál, vagy a természetesnél egy kicsit jobban kötődök az ablaktörlő témához. Lehet, hogy apámtól örököltem az ablaktörlő mániát, ő egyszer valahol olvasta, vagy nem tudom honnan vette, hogy az ablaktörlő lapátot glicerinnel kell kenni, úgyhogy elment a gyógyszertárba, vásárolt glicerint. Lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, ez még a kommunista hiánygazdaság idején volt, amikor természetellenesen sokáig kellett dajkálgatni az ablaktörlőket, de azt hiszem megörököltem ezt a szokását, mert hogy egy horvátországi nyaraláson én seggel parkolok a nap felé, mert tudom, hogy minden gumialkat részt a hő nagyon durván károsít, és ha áttüzesedik a szélvédő, akkor hát sokkal gyorsabban öregszik az ablaktörlő. Fel is hajtom az ablaktörlőt télen azért, hogy ne fagyjon oda a gumi, nyáron meg azért, hogy ne süsse a felforrósodott szélvédő. Minden egyes tankolásnál, amikor lemosom az ablakot, külön még azzal a szivacsos szarral, még ugye áttörlöm, és utána egy papírzsebkendővel, vagy ott azzal a papírtörlővel letörlöm. És ennek a hobbimnak vannak még leágazásai, tehát én a szemüvegeket, napszemüvegeket is szinte mániákusan törlöm. Ha valakin egy nagyon zsírosat látok, lekönyörgöm róla, elszaladok, rendesen lemosom, megtisztogatom, szárazra törlöm, és akkor gyönyörködök benne, átélem az örömet, úristen! Nem is tudtam, hogy van a falon egy kép. Aztán valahogy a dolog, mint a feledésbe merült volna, és jöttünk egyszer hazafelé a Balatonról Diánával, épp egy céges sörkóstolót tartottam, és ránk sötétedett, és elerett az eső. Szóval az volt, hogy Diuskával jöttünk hazafelé valahonnan a Balatonról, és este volt, és elerett az eső, és akkor vettem ezt, hogy úristen, ezek az ablaktörlők, hiába dajkáltam őket, nem mondom, hogy kígyót melengedtem a keblemen, de hogy már régiek voltak, és figyelj, az a halál, a rossz ablaktörlő, tehát a maszatos kenést utálom, de attól még kilátsz. Ugye eleve egy autóban van egy belső visszapillantó tükör, két vastag első tetőoszlop, még az odarakott tehén, meg az autópálya matricák ugye felragasztva. Szóval nagyon meg kéne becsülni azt a részt, amin egyáltalán kilátunk, szóval azon tisztán kéne kilátni, és éjszaka... Igen. Semmi maszat. Jaj, de csodálatos. Ha az ember vigyáz az ablaktörlőjére, akkor ritkán kell cserélni, és addigra elfelejti, milyen típus, milyen kódszám is kellett. És óriási szerencse, hogy a Boschnak van egy honlapja, berakom majd a leírásba a linket, viperblades.com amúgy, ahol kikeresed az autó típusát, évjáratát, és akkor kiadja, hogy milyen kódszám kell. Ugye a tehén egy Európában nem létező Toyota típus, de óriási szerencse, hogy egyszer én szélvédőt már ebben cseréltem. És ezért aztán tudom, hogy ez a Hilux-szal megegyező. Úgyhogy itt van bepötyögöm, és itt van, hogy ECO V3 rövidkód 400C, attól függően, hogy párban rendelem, vagy anélkül. És akkor még a logisztikához az is nagyon fontos, hogy itt pedig megvan, hogy hogyan kell, zene is van, ezt leveszem. Szóval itt van még logisztikában, ez is egy fontos dolog. Itt egy YouTube link a felszerelésről. Nem káptalan a fejem, tehát hogyha olajat cserélek valamelyik motoromban, robogómban, vagy néha autómban, ugye azt is maximum évente egyszer csinálom, és addigra elfelejtem, hogy honnan is fog leesni az ógyűrű, hova kell benyúlni, és a többi, és a többi. És hát figyelj, az ablaktörlő az nekem egy ördöglakat, és hál' Isten, ebben itt van a videó. Ez a páros, azt mondja, hogy Aerotwin OR605, ezen áthúzzuk,
ezt bepattintjuk, ezt visszatoljuk. Oh, kész. Itt a másik azt mondja, hogy igen, ezt itt le, ezt itt kipattintom, ezt ide, ezt itt átfűzöm, ördöglakat. Kész. Plusz nyilván valami űrtechnikás bevonat van rajta. De a részletek engem nem érdekelnek, beérem azzal, hogy mámorítóan, tökéletesen töröl. Alig várom, hogy mehessek vele tankolni, letörölhessem a gumit, és a végén lehúzhassam egy papírtörlővel. A másik lehetőség, hogy az ember pszichológushoz fordul ezzel a problémájával, hogy állandóan az ablaktörlőt dajkálja, az ablaktörlőt is. Nincs maszat, nincs csík. Egy idő után természetesnek veszi az ember a csíkokat, meg a maszatot, és azt hiszi, hogy az a normális. De nem! Ez a normális, hogy nincsen csík. És nincs maszat.